Tavaszi munkák a városban, Fecske Hotel, sokoldalú tehetség Hunyadi Dóra, tragédia volt Pünköstkor. Jó estét kívánok! Önök a nagyhunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 26-án 18 óra 5 perckor. Molnár Pállal, a Városgondnokság vezetőjével a Millenniumi Emlékparkban beszélgettünk a tavaszi munkákról. A szakember 10-14 évvel ezelőtt célul tűzte, hogy Karcag közterületi parkjait rendbe fogja tenni. A munka 14 évvel ezelőtt elkezdődött, de nem ért még véget. A Millenniumi Emlékmű Parkjában az elmúlt 14 év alatt sok fejlesztés történt. Célul tűztem ki azt, hogy Karcag közterületi parkjait rendbe fogom tenni. Természetesen ez a munka 14 évvel ezelőtt elkezdődött, de nem ért még véget. Viszont én úgy érzem, hogy egy-egy állomásnál érdemes megállni, megnézni, hogy a évek során hogyan alakult, jó irányba haladunk-e. Én úgy érzem, hogy ha itt szétnézünk ebben a parkban, vagy akár a görögkeleti templom környékén lévő parkba, ahol kiégett fűn semmi más nem volt 14 évvel ezelőtt még, főleg a nyári hőségnapokon, vagy akár itt is. Láthatjuk, hogy mennyi új növény, milyen sok színes új elem lett beépítve és elültetve, amelyekben most gyönyörködhetnek az ide látogatók, vagy az itt lakók. Lehet egy picit elfogult is vagyok benne, mert én valóban szeretem a közterületi parkokat, mindent megteszek a kollégáimmal, hogy ezek szépek, élhetőek legyenek, mert az itt élők számára ez egy jogos elvárás. Bevallom őszintén, én is elvárnám, hogyha valaki elvállal egy munkát, végezze úgy, hogy az a közjavát a közszolgálatáért tegye, és egy városgondossági vezetőnek ez úgy érzem alapküldetése. Bízom benne, hogy a többi városi intézményvezető is ugyanígy gondolja, de nekem ez 14 év elteltével ez egy vezérfonalam volt, és az elkövetkező években is ezt szeretném követni. Nem csak a zöld felület újult itt ebben a parkban meg, hanem közben sikerült egy új emlékhelyet kialakítani, amely a műalkotás kivételével szintén a Városgondnokság kezemunkáját dicsérheti, valamint olyan térköves részt alakítottunk ki, amit gyakorlatilag a város 0 forintért ki tudott alakítani, ugyanis mind közmunkaprogram keretében a térkő üzemben gyártott térkővel lett lefedve, és a térkövezést is közmunkások végezték. És ezt nagyon jól tudjuk, hogy a közmunkaprogram pedig 100%-ban államilag finanszírozott, mind a bér és járulékaik a közmunkásoknak, mind pedig a dologi kiadások, amelyek ahhoz szükségesek, hogy térkövet tudjunk a térküzemben előállítani. A színek is megjelentek a parkok virágaiban, a fákban, nem csak az egyszínű zöld felület. A közterületi elképzeléseik megvalósításához más településeket is megnézett a szakember kollégáival, mert vallja, nem szégyen tanulni. 14 évvel ezelőtt megadtam az irányt, hogy mit szeretnék, mi az elvárást. Kezdetben még jó magam is ültettem, akkor a kollégák még nem igazán tudták, hogy milyen irányba szeretnék haladni, de azzal nem árulok el titkot, hogy ez nem mind én találtam ki, hanem vannak azért nagyon szép városok, olyan városok, akik a közterületek fejlesztésére az elmúlt évtizedekben is többet költöttek, valamint vannak olyan más városban lévő kollégák is, akitől nem szégyen tanulni, aki jobban csinálja. Én azt mondom, hogy igen, tanulni kell, mert azt a tanulást, azt a szellemi hagyatékot, amit esetleg idősebb kollégáktól el tudunk tanulni más településekből, azt igenis itt Karcagon meg kell mutatni, hogy kérem szépen egy város így is nézhet ki. A főtér is így alakult át az elmúlt években. Tudomásul kellett venni, hogy Karcag éghajlata időközönként félsivatagos, olyan kevés csapadék esik, így olyan növényfajtákat, növénykultúrákat kellett választani azokra a területekre, ahol nem tudnak öntözni, ahol ezt a klímát is elviselik. Természetesen vannak olyan növények, amelyeket kénytelenek vagyunk öntözni, elég ha csak a gyepalkotókra gondolunk, a szép zöld pázsit vagy szép zöld gyep, hogy a klasszikust idézem, ahhoz is, hogy a nyári meleg hónapokban is, nyári meleg napokban is szépen zöldeljen az a fű, ahhoz öntözni kell. Öntözésfejlesztéseket hajtottunk végre, úgy érzem, hogy sikeresen öntözni kell, valamint olyan eszközöket, olyan gépeket kellett szintén pályázati útból beszerezni, amelyekkel ezeket jól lehet művelni. Tehát gondolok itt arra, hogy a fűnyíráshoz sem lehet akármilyen gépet használni, mert az nem szépen vágja, ugye ezt a öntözött gyepet korán le kell vágni, olyan értem, hogy amikor még kicsi a fű, mert akkor fog szépen dúsan díszleni a felületen.
és ezek a gépek nagyon-nagyon sokba kerülnek. Nyilván az önkormányzatnak erre nem volt forrása, pályázatútból azonban ezeket is finanszírozni tudtuk. A másik nagyon fontos eleme volt a koncepciónak az, hogy lehetőleg egész évben legyenek a parkoknak olyan elemei, amelyek szépek. Itt gondolni kell itt az örökzöldekre, amely örökzöldek ugye télen is szépen mutatnak, gondoljunk csak egy szép havastájat. Ilyenkor a lombhullatók elhullatják a leveleiket, de az örökzöldek azok akkor is ott vannak, viszont az egy picit egyhangú lenne. Tehát ezért kellett olyan lombhullatókkal, vagy esetlegesen színes örökzöldekkel is díszíteni a főteret, amelyek a nyári hónapokban mutatnak. Ezért próbáltunk olyan virágokat beültetni, amelyek növekedése is, amelyek a színeiket hosszú távon több hétig vagy több hónapig is megőrzik. Nem egy egyszerű feladat ezeket összeválogatni, gyakran ezek nem csak tápanyagban kívánnak mást, hanem maga az öntöző vizet is különböző nyomelemekkel, mikrotárgyákkal föl kell tölteni, vagy esetleg savanyítani kell, hogy megmaradjanak, egyébként elpusztulnak. Tehát néha még én is próbálkozom otthon kitapasztalni, hogy mely kultúrák milyen körülményeket kell biztosítani, és nem egyszer van az, hogy kipusztul utána, előbb-utóbb azért csak eljárnak a kollégák is, meg én is, hogy hogyan lehet ezt elvégezni. De akár ha az örökzöldekre gondolok, az sem mindegy, hogy honnan szerezzük be, az sem, hogy oltott fenyő, az sem, hogy hol lett ez oltva. Eklatás példaként tudom hozni, hogy ez is fenyőbe is van olyan árnyalatú, amely ilyen zöldes, ezüstös, meg van, ami teljesen szürke, és bevallom őszintén, nekem a teljesen szürke, amely már majdnem kék, azt tetszik, nem csak látvány miatt, hanem a szárazság tűrése és a betegség ellenállósága, és ezeknek a fenyőknek a legerőteljesebb, viszont ezeket már oltani kell. Itt egy néhány centis darab is több ezer forintba kerül, és sajnos ezt viszont tapasztaljuk, hogy a lakosságnak is van egy olyan rétege, aki észrevesz ezt, hogy igenis drága kultúrák vannak kiültetve, és az utóbbi időszakban is tapasztaltuk, hogy szeretik hazavinni vagy kiszedni. Természetesen az a lakosságnak azon részére, aki nem teszi ezt, nem vonatkozik, vagy nem is akarom rossz színbe föltüntetni a lakosság ezen részét, viszont én kérném, hogy ha látnak közterületen ilyet, ne szedjék ki, hagy maradjon az ott. Egyébként teszünk is ellene, bele fogjuk kamerázni azokat a területeket, amelyek új telepítésűek, kis növények vannak benne, megakadályozva ezzel a vandáloknak, mert én ezeket vandáloknak nevezem, a vandáloknak a rongálását. Az említett koncepciót követve sikerült megújítani a görögkeleti templom környékét. Ha valaki oda kilátogat, leül a padra, vagy csak végig sétál, láthatja, hogy tényleg szép körülmények között van a templom, szép a park. A főtérre is próbálnak olyan illatos fákat hozni, amelyeknek a nyári nagy melegben is illatfelhőben ülhetnek alá a padra megpihenni az ott lakók. Néhány virágfajtával foglalkozunk, próbálkoznak a kollégák, hogy milyen lesz az eredménye, ennek ezt még nem tudom. Valamint vannak olyan fák, cserjék, amelyek nekem szintén nagyon tetszenek. Ennek egyik példája az ibolyafa. Magyarországon nem nagyon ismert még, egyedül egy probléma van vele, hogy télen a teátelésre be kell vinni, de hogyha ezek elkezdenek virágozni, tényleg úgy néznek ki, mint az ibolyák is gyönyörű kékes színben vannak. Valahol a főtérre szeretném beilleszteni ezt, de van ehhez hasonló, amit korábbi években már ültettünk, a japán cseresznye, amelyek néhány év múlva a sétáló utca két oldalán nagyon szépen fognak díszleni. 3 éves telepítések, még nagyon kevés a virág rajtuk, de hogyha ezek tényleg ilyen 4-5 méteres fává megnőve, szép lombkoronát alkotva, tavasszal bevirágozzák a sétáló utcát, úgy érzem, hogy ez egy gyönyörű látvány lesz. A csökkenő állóányú, molnárfecskék és füstifecskék megtelepedését segítő fecskehotelt adtak át a tiszafüredi Tiszatavi Kerékpáros Centrumnál a Madarak és Fák napja alkalmából. Így néz ki egy mesterséges fecskefészek, a lyukas a Molnár fecske otthona, az pedig, amelynek a peremen nem éri el az eresz szintjét a füstifecskéjé. Azért van szükség ilyen lakótelepek kihelyezésére, mert a magyarországi fecskeállomány fele eltűnt az utóbbi 20 évben. Repülőrovarokat esznek a fecskék, és ezek a repülőrovarok egyrészt olyan élőhelyekhez kötődnek, amik sokszor már eltűnőben vannak, vizes élőhelyekhez, amit mondjuk itt szerencsére rendelkezésre áll. Másrészt pedig a kültéres állattartáshoz is kötődő repülőrovarokat fogyasztották klasszikusan, és hát ezek az állattartás is visszaszorulóban van jelentős mértékben, tehát ez is érint őket. A fecskék akár Dél-Afrikáig is elrepülnek áttelelni, a hosszú út során sokuk elpusztul. Amelyik visszatér, gyakran nem találja a fészkét, mert az emberek leverték. Egy fecske
az magyarországi tartózkodás alatt 1 kiló szúnyogot, 1 kiló rovart fogyaszt el. Könnyen lehet számolni, hogyha mondjuk 100 000 vagy akár 1 millió párral több fecske van Magyarországon, az micsoda hatalmas rovar mennyiséget jelent. Én nagyon bízom benne, hogy ez a beruházás, amit támogatunk, mert nyugodtan mondhatjuk beruházásnak, ez segíteni fogja azt, hogy itt nagyon-nagyon sok fecske még megtalálja a fészkelő helyét. Az Aktív Magyarországért kormánybiztosság 600 fecskefészket tetett ki a Tiszató körül, abban bízva, hogy ezek a lakótelepek hamarosan benépesülnek. Sokoldalú tehetség Hunyadi Dóra, a Györfi István Katolikus Általános Iskola második A osztályosa. Kedvence a matematika, a testnevelés, az olvasás és a környezet. Szeret kísérletezni. Az alapokat a fizika szakkörös testvérétől tanulta meg. Nekem a matematika, de más tantárgy iránt is érdeklődöm, mint például a testnevelés, olvasás, környezetóra, és még sok más. Mennyire szeretsz kísérletezni, hiszen úgy tudom, hogy a testvéred azért a fizika szakkörben is sokat kísérletezgetett. Hát nekem nem nagyon a kedvencem a kísérletezés, de ha olyan alkalom van, vagy olyan a kedvem, akkor szoktam. Idén volt olvasási versenyen is, ahol a kishajóról szóló mesét választották tanító néniével, Szabó Edittel. A kishajó volt a címe, és nekem nagyon aranyosnak tűnt, és jók voltak a feladatok is, és a gyakorlás is sokat számított, és így második helyezett lettem. A harmadcsepp versenyen matematikából indult. Mint fogalmazott, a sok készülés közben több dolgot értett meg matematikáról, mint eddig. A matematika versenyre is sokat kellett készülni, több dolgot értettem meg a matematikáról, mint eddig. Nagyon szimpatikus volt nekem a verseny, és remélem, hogy jó eredményt érhetek el. Akkor lehet, hogy a későbbiekben a matematikával szeretnél foglalkozni? Hát ezt még nem döntöttem el, de eléggé. Második osztályban az olvasás sok új pluszt adott számára, már regényt és mesekönyveket ismer olvasni. Igen, már regényt is olvastam. Mit? Geronimo Stiltontól olvastam néhány mesekönyvet. És utána ezt megszoktad anyával beszélni, hogy melyik mese miről szól? Igen, én megszoktam. És amikor versenyre mész, akkor mennyit készülsz? Legyen az matek verseny, vagy olvasás verseny? Hát nem viszem túlzásba, éppen csak annyit gyakorolok, amennyi kell. Izgulós vagy a versenyen? Igen, izgulós. És olyankor, amikor odaülsz a zsűri elé, bár most azért nagyon sok verseny online volt, igaz? De amikor ott van előtted a zsűri, akkor is elkezded, akkor megnyugszol, vagy akkor még jobban izgulsz? Akkor megnyugszom. De van, mikor izgulok. És olyankor hogy nyugtatod meg magad? Hát akkor nem nagyon szoktam. Csak éppen amennyire kell hozzá. Otthon anyjának a főzésben, mosásban, takarításban is segít. Sok mindent főztek már együtt. Amikor jól szerepel egy versenyen, otthon édesanyja kedvencével a paradicsomos húsgombóccal várja. Anyának szoktam főzésben, mosásban, takarításban. Mit főztetek már együtt? Főztünk tojásrántottát, meg még sok mást. Akkor kiskuktaként ott vagy anya mellett? Igen. Mi a kedvenced, amit mondjuk egy jó matek verseny után anya megfőz neked? Paradicsomos húsgombóc. A napokban a Csigabiga online mesemondón is indult, még várja az eredményét. Lakástűzben meghalt egy ember a Jász-Nagykun Szolnok megyei Tiszapüspökiben. Megrázó tudósítás következik.
Lakástűzben meghalt egy ember a Jászhegykun Szolnok megyei Tisza püspökiben, tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a Karcak Televíziót. Az esethez Szolnokról, illetve Törökszent Miklósról érkeztek tűzoltók, 16-an összesen 5 gépjárművel. Az egységek kiérkezésére az épület több helyisége égett, illetve a tűz átterjedt a födém szerkezetre is. A tűzoltók a munkálatok során 2 gázpalackot hoztak ki az épületből, illetve egy kutyát is, amely nem sérült meg, őt a Törökszent Miklósi állatvédők fogadták be. Az eset idején 2 ember tartózkodott az épületben, egyikük ki tudott jönni, a másik ember holttestét pedig a tűzoltók találták meg. Azt, hogy pontosan mi okozta a tüzet, a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja. A legtöbb lakástűz figyelmetlenségre vagy elektromos hibára vezethető vissza, ezért hasznos, ha van otthon füstérzékelő, hívta fel a figyelmet a szóvivő, hiszen az hangos sípolással jelzi a keletkező tüzet, akkor, amikor még van idő cselekedni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weboldalon. Viszontlátásra!